Az idei nyár kedvezett az idegenforgalomnak. Térségünkben 20%-kal több látogató érkezett ebben a turisztikai idényben, mint tavaly. Sóston fordultak meg a legtöbben, hiszen óriási vonzerű a gyógyvíz. Emellett a nagyobb megyei turisztikai rendezvények is hoztak látogatókat. Idén már a negyedik strandszezont kezdték úgy Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdőn, hogy a két fürdőegységet egy-eggyel használhatták a látogatók. Az igen meleg nyárnak köszönhető, hogy idén is jó szezon zártak a szabolcsi megyeszékhelyen. A nyíregyházi strandokon csak ebben az idényben több mint 238 000 fordultak meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja a vártnál jobban zárt, így a kisvárdai fürdő is. Rekordévet zártunk. 15%-kal magasabb volt a bevétel, látogatottság is, sőt egyes napokon akár egy 21%-ot is elért a plusz látogatók száma. A fejlesztések közül az idén azok valósultak meg, amelyek fontosak voltak a szezon beindításához, azt követően pedig a téli üzemre való átállás, itt a szaunában történtek beruházások, illetve most várjuk a nagy beruházás kezdetét, ami azt jelenti, hogy itt teljesen meg fog újulni a strandunk, közel 2,5 milliárd forintból, ami azt jelenti, hogy lesz egy nagyon komoly strand központunk. Ehhez fog csatlakozni egy balneológiai rész, illetve felépül egy 4 csillagos szálloda 52 szobával, ahol pont azokat a vendégeket, akik távolról érkeznek Szlovákiából, Ukrajnából, el tudjuk látni. Térségünk valamennyi strandjára jelentős számban érkeztek külföldi vendégek Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból. Az elmúlt évekhez viszonyítva is növekedett a szállásfoglalások száma Nyíregyháza Sóstón is. Ebben a turisztikai idényben másfélszer több foglalás volt a szállodákban, szálláshelyeken. Ha a megyeszékhelyen eltöltött vendégéjszakák statisztikáját nézzük, 60-40%-os arányban többen jöttek külföldről. Óriási vonzerő a fürdő gyógyvize, és amellett az állatpark, de különböző rendezvényekre vagy a szatmári templom utakra és a hosszú hétvégékre is belföldről is érkeznek szép számban. Magyarországról is nagyon sokan jönnek, tehát én nagyon sok magyar vendéggel beszélgetek Budapestről, Tökörről, Sopronból, tehát Dunántúlról is. A Vadaspark óriási idegenforgalmi vonzerő Nyíregyházán, és hál' Istennek itt vagyunk közel, megkeresnek bennünket, és sokan itt alszanak meg nálunk. Az igényes szálláshelyeket keresik. Gyakran tapasztalom azt, hogy a városból kijönnek Sóstóra, így sétálnak, meglátnak minket, és a városi szállodát otthagyják, és kijönnek ide. Ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán az igényesebb szálláshelyekre több igény van. Van egy réteg, amelyik megteheti, hogy 4 csillagos szállodába lakjon, de a pénzért szépet, tisztát, elegánsat akar kapni. Tehát az igényes vendégkör nőtt meg. Az előző uniós ciklusban mintegy 60 milliárd fejlesztési forrást használt fel az ágazat. A következőben is jelentős összegre pályázhatnak az idegenforgalomban. Két vendéget is köszönhetek a témában. Köszöntöm Furkóné Szabó Mariannát, TDM menedzsert, és Podlovics Rolandot, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját. Most az időjárásra nem lehetett panasz ebben a szezonban, de én azt gondolom, hogy ezeket az eredményeket nem lehet pusztán az időjárás számlájára írni, hiszen itt jelentős fejlesztések is történtek, és nagyon komoly munka folyt azért, hogy itt a turizmus adatai, számadatai szépen alakuljanak. Melyek azok a beruházások, az elmúlt év fejlesztései, amelyek visszaigazolták az elképzeléseket? Hát akkor kezdeném akkor, hogyha... Sóstó Gyógyfürdő ZRT-t nézzük, akkor nyilvánvalóan a strandfejlesztés 2011-ben az egy jelentős dobást adott nekünk. Mind a zöld felületekben, mind a parkosításokban, a vízfelületben sikerült növekednünk, és hát nyilvánvalóan az évközben, vagy azóta eltelt években lévő kisebb önerőben megvalósult fejlesztések is egyértelműen sokkal nagyobb vonzerőt tulajdonítanak most már ennek a fürdőnek egységességében. Azonban a fejlesztések nem álltak meg, és hála Istennek most is egy 1400 négyzetméteres gyógyszárnyat adtunk át, nem olyan régen júliusban vettük birtokba. Hogyha ezt nézem, ugye a nyári szezon mindenféleképpen a strand és az élményfürdő, viszont az egész éves turisztikai vonzerő szempontjából a gyógyturizmus egy stratégiai ágazat a társaság számára. Bízom benne, hogy ez az a gyógyszárny, amely ezt a feladatot hivatott és el is fogja látni a jövőben. És hát azért tegyük hozzá, hogy itt ugyan a turizmus a téma, de hát mégiscsak a nyíregyházi lakosságról is szó van, meg a megyebeli lakosságról is szó van. Nyilvánvalóan, és hát hogyha most a számok nyelvére lefordítjuk mondjuk a szezonnak az adatait,
Sós Tudjó Ügyfüldők ZRT vállalati szinte 312 000 vendéget fogadott június-július-augusztus hónapban. Ez önmagában is egy kiemelkedően nagy szám, és hát nyilvánvalóan azért egy ilyen vendégforgalmat lemenedzselni. Nyilván kellettek hozzá a fejlesztések, vonzó legyen ez az attrakció, amit értékesítünk. A fejlesztésekben azért mindig egy kicsit tágabban nézzük, hogy a Sóstót kell eladni, hiszen hála Istennek Sóstó az egyetlen olyan gyógyhely az országban, amely olyan egyedi turisztikai attrakciók találhatóak meg egy körben. Itt az állatkertet említette az előző bejátszás, de a skanzen is nyilvánvaló a rendezvényeivel egy erős vonzerőt jelent, és hát a strand a nyári örömöknek a helyszíne. És hát ezt a turisztikai attrakcióknak ezt a központját, a Sóstó gyógyfürdőket jelenti, ez nyilvánvalóan egy nagyon intenzív marketing munkával kell tudni értékesíteni a tavaszi hónapokban, hiszen nekünk a szezon felkészülése kezdődik, és igen, már mi februártól kezdődően folyamatosan a TDM-mel karöltve olyan marketing munkát végzünk, amelynek köszönhetően ilyen vendégszámot lehet, mellette pedig imádkozunk a jó Istenhez, hogy az időjárás az kedvező legyen. Kicsit meg is előzte a következő kérdésemet, hiszen éppen arra vonatkozott volna, hogy mennyire tudnak együttműködni a turizmus, a turisztikai ágazat egyes szereplői, hiszen itt a fürdő magában egy komoly vonzerő természetesen, de hát nyilván itt egymást erősítve sokkal jobb eredményeket lehet elérni, és itt már nem csak Sóstón belül gondolkodunk, hanem az egész megyében is, és ez már nyilvánvalóan akkor a TDM menedzserre vonatkozik ez a kérdés. Illetve a Nyírségben, mert tehát ez a TDM szervezet éppen ezért jött létre, hogy az összefogással, az együtt gondolkodással, az együtt munkával, együttes munkával komolyabb eredményeket érjünk el, és ez most már az évek során 5 éve működünk, ez azt hiszem, hogy nagyon szépen bebizonyosodott, hiszen 2010-ben kezdtük el komoly munkát, és ugye itt a Nyírség, tehát a Nyírbátor, Mária Pócs, Nagy Káló, azóta több település is csatlakozott hozzánk, most például legutoljára Kálósemjén. Egy közös gondolkodás van a vendégek megnyerése céljából, egy közös és nagyon tudatosan felépített marketing munka, ami azt jelenti, hogy évek alatt különböző célcsoportokat és célpiacokat célzunk meg. Ezt konkrétan mondok egy példát, körülbelül olyan 3-4 éve elkezdtük a lengyel piacon a tudatos marketing munkát, és a következő ezt követő másfél-két évben megduplázódott, több mint 100%-kal megnövekedett a lengyel vendégészakák száma. Nyilván nem csak Nyíregyházát érinti ez, hanem a környéket is. És ugyanilyen tudatosan mindig megcélzünk egy-egy következő országot, nyilván a Szlovákia az egy nagyon fontos célterület, hiszen közvetlen szomszédos ország, és az euróforint árfolyam kapcsán sem elhanyagolható. Ebben az évben pedig a román piac az, amire koncentráltunk, és ott több megjelenésünk volt, mint online, offline médiákban, illetve óriás plakátkampányokat szerveztünk közösen itt valóban, ahogy említette, a nagy attrakciókkal, állatparkkal, fürdővel, hiszen a vendéget elsősorban a nagy attrakciók vonzák, utána, hogyha már ide érkezik, akkor természetesen ellátogat a kisebb objektumokba, vagy a kisebb egységekbe is. Hogyan alakul a belföldi turizmus? A belföldi turizmus is növekszik. Itt, ahogy a felvezetőben említették, a vendégeknek a legnagyobb része az természetesen belföldi és a belföldi magyar családok. Nagyon nagy számban érkeztek most a nyár folyamán, és ezt elmondják a szolgáltatók, hogy egyre kedveltebb. Olyanok érkeznek elsősorban Budapestről és a Nyugat-Dunántúli régióból, akik még soha életükben nem jártak itt Nyíregyházán és a Nyírségben, tehát sikerült egy új vendégkört megnyerni, aki viszont de már eljutott, ennek azt tapasztaljuk, hogy annyira megtetszik az itteni környezet, és valóban a gyógyhely, és a hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások, tehát ki ellátogatnak Mária Pócsra, Nyírbátorra, itt már nem csak egy 2-3 napos programot tudunk nyújtani, hanem egy 5-6 napos, vagy akár nyilván egy 7-es programot is, és amit még fontosnak tartok elmondani, hogy ezt egy közös csomagban tömörítjük, folyamatosak a tavaszi, nyári, őszi és téli, tehát különböző tematikájú és az évszaknak megfelelő csomagajánlatok. Ezeket pont ezzel az összefogással készítjük és ajánljuk ki. A mi feladatunk, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Feladata az, hogy ezt piacra vigye és megjelenítse, akár szórólapokon, kiadványokban, hirdetésekben, online felületeken.
Mennyire lehet csökkenteni a szakadékot a nyári szezon és az éve többi szezonjai között, és gondolom itt a beruházások azért erre is irányulnak, hiszen az élményfürdő és egyéb fejlesztések azért lehetővé teszik, hogy ne csak nyáron legyen érdemes idejönni. Nyilvánvalóan, tehát ezt a szakadékot nem lehet, tehát ezt azért tudomásul kell venni, hogy Sóstúron is, de úgy gondolom országosan is, ez a július-augusztusig az nyári időszak, ez a főszabadságolások időszaka, nyilvánvalóan ez a csúcsszezon. Az a fontos számunkra talán a Sóstúr gyógyfürdők, mint település része szempontjából, hogy ugye a korábbi munkánk is arra irányult, arra, hogy minél a gyógyvíz legyen, gyógyvízminősítés, gyógyfürdőket tudtunk minősíteni, orvosi ellátást biztosítani. Aztán már 2013-ban a gyógyhelyfejlesztéssel, hogy próbáljuk tágítani ezt a szezont, hiszen legyen egy előszezonunk, egy utószezonunk. December-januári hónap megint egy olyan időszak, ami már eléggé felkapott itt a Sóstón, viszont van az a maradék 7-8 hónap. Én úgy gondolom, hogyha a 7-8 hónapban csak az állandóan üzemelő szálláshelyeket meg tudnánk tölteni, és itt most nem egy nyári magas kihasználtságról van szó, hanem alapvetően az, hogy elindul az egyfajta gyógyturizmus, amely az egyéb gyógyhelyeken azért már 30-40 évvel ezelőttről datálódik, és hát nyilván azért régen kitaposott ösvény. Ha figyelembe vesszük, hogy 2013 óta gyógyhely Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő, nyilvánvalóan mi ennek az útnak még az elején járunk. Én úgy gondolom, hogy ezt az utat viszont határozottan végig kell járnunk, hiszen azok a visszajelzések, visszaigazolások egyrészt a jó turista, aki ide érkezik, másrészt pedig a helyben lakók számára is. Nem mindegy, hogy ez a komplex kezelés, ami korábban Szabolcs-Szatmár-Berei megye azért mégis az ország egyik legnagyobb lélekszámú megyéje. Hogyha figyelembe vesszük, hogy országos kategóriába soroló gyógyfürdő intézmény eddig nem volt a megyében, nem volt fürdőorvosi ellátás, egyében komplex szolgáltatást nem tudták igénybe venni. Azért nálunk most már a fizikoterápia, a lájlézerterápia minden elérhető, ráadásul finanszírozásban is. Most nyilvánvalóan nem kell ezért már 100 kilométereket utazni, hanem itt a megyeszékhelyen ezek elérhetőek. Ez így nem csak az érkező turisták számára, hanem az helyben lakók, vagy éppen a megyében lakók számára is egy nagy könnyebbség. Mi lesz a következő, a jövő évi cél? Folytatjuk ezeket a megkezdett marketing kampányokat, hiszen nem lehet megállni, mert akkor tapasztalatok azt mutatják, hogy ott megtorpan akkor a adott desztinációból a vendégforgalom is. Tehát mindenképpen itt a lengyel, szlovák, román vonalat fogjuk erősíteni, illetve elindultunk már tavaly Csehország irányába is, hiszen a cseh vendégek száma országos szinten igen nagy mértékben növekszik, és magyar, egyáltalán egész Magyarország komoly érdeklődésre mutat számot a csehek irányában. Ez szintén látszik, tehát azon a piacon is szeretnénk a jövőben jelen lenni, és hát majd meglátjuk, van még egy titkos célunk, de ezt most még nem árulom el, mert az majd a jövő zenéje, hogy esetleg még nyitunk még egy újabb desztináció irányába, de én azt gondolom, hogy ha ezeket a meglévő desztinációkat még megerősítjük, akkor pontosan is arra törekszünk, hogy ne csak a főszezonban, hanem előutószezonban is még több vendég érkezzen, akkor ez egy jó irány és egy jó dolog. Reméljük, minél hamarabb be tudunk számolni a titkos célokról is. Köszönöm, hogy befáradtak. Köszönjük a lehetőséget.